És akkor itt vagyunk a folytatással már is. 18 pontos Körmendi vezetés, tehát az első fél idő után. És akkor remélem, hogy az élő közvetítés is újraindul. Csak néhány másodperc telt el a második fél időből. Az ETE kezd 54-36, tehát Kubilla. Szabó, Norfleet. Szabó. És beperdül először ki, aztán be. Drungilas Zicsere, 8 pontos ezzel a center, 54-38, Peti. Megszerzi a labdát Benke, és behúzza. Nem jó a távoli, és Szabója lepattanó. Benke teszi fel ezt is, ez nem jó, de Drungilas visszateszi a felpattanót, már is Körmendi időkérés. Sokkal éberebben, sokkal lendületesebben jött ki, tehát az ETA az öltözőből a nagy szünet után. Gyorsan 6 pontot faragott a vendégcsapat a 18 pontos hátrányból, és Benke megint labdát szerez, de ez így kint volt. Peti kéri vissza, 54-42 továbbra is, tehát másfél perc telik el lassan a negyedből. Peti. Ellen. Az ő hármasa sem jó, a lepattanó megint az alaiaké, Benkéjé volt. Kubilla. Drungilas, Benke. És hármas, Kroma nehezíti az életét, Benke viszi be, nem jó. És megint Drungilas érkezik jól a támadó lepattanóra, 10 pontos már, 54-44. Roma esik nagyot, támadhat az ETE, Kubilla, Szabó, beláll a hármasba, ez is bent van. Jön Cole Dickerson. Ról. Tehát eddig egy 11-0-ás rohanásban az ETE. Alig több mint 2 perc alatt. Smith viszi be, és ez már bent van, ez az első körmendi pont. Ebben a fél időben. 7-nél tart Smith. Dickerson kap egy személyhibát. Bent Drungilasszal volt túl szigorú. Mofli. Szabó. Drungilas, Szabó lépett be jól, és Faltal együtt dobja be. Öt pontos Szabó Zsolt, 56-47. És 49, most már a táblán, 56-49 tehát. Bent van a plusz egy is. Alaposan föltüzelte csapatát Bence Tamás a szünetben, 56-50.
Peti távolról, nem jó, Szabója lepattanó. Nagyon megállt a körment, 2 pont eddig, 3 perc alatt. Rungi lesz először, Smith viszi el a labdát. Dickerson ellen, rövid. Norfleet. Kubilla, nem jó hármas, de ővi a saját lepattanója. Benke. Ferenc zárt oda jól, Uvilla megint, és most sem jó hármas. Petier. Benke ellelő szabálytalanul. Neki csak az első hibája lesz. Moelcsinek és Drungilasznak van 3 az etében. Peti, Smith, Norfleet ugrott oda, Ferenc kapja most már, Peti, ellen, hármasra igyekszik mindenáron kijátszani a körmendés, Peti ellen bedobja, 59-50, Norfleet, Peti zár oda jól, Szabó ez rossz, Peti, és megint Benke üti be a taktikai faltot. Peti ilyenkor mindig igyekszik eldobni. Hát a dobással együtt kapja meg a faltot, de hát azért ezek igencsak kósza kísérletek. 59-50. Ferenc a sarokban. Alapvonal felé nem tudott elmenni. Peti kapja. Még 5 másodperc. Hogy fogja eldobni most már. És fölteszi Drungilas mellett. Be is dobja 9 pontos. Peris Peti ébred a körment. 61-50. Norfleet. Dickerson kíséri le a vonalit. Benke törbe és húzott hatalmasat. 8 pontos Benke Szilárd. Peti, túl vagyunk a negyed felén, 61-52. Peti megint, nem jó, Szabója lepattanó. Kubilla. Szabó, Drungilaszt keresi bent, nem, ő kapja most Benkétől, és ez nem jó. Ferenci a lepattanó. Ellen kapja. Norfleet nagyon figyel Pettire. Ellen viszi fel a labdát a támadáshoz. Aztán beleáll egy hármasba, de nem jó. Benké a labda megint. Norfleet hármasa. Ez sem jó. Ezt így viszont Drungilaszt ütötte ki. Drungilas megy le, Kovácsi áll vissza az etében, 61-52-nél. Kroma, 4 perc még a negyedből. Hát gyorsan nyílt átette a meccset újra az ete, ez kétségtelen. Ellen, Kroma. És most közel sem olyan gördülékenyek a körmendi támadások, mint voltak. Ellen, ez viszont szép egyéni akció, 18 pontos Terry Ellen már. 63-52. Kubilla. Szabó Smith-szel bent hatakozik. Moácsi, Benke. Ferenc próbál szerelni, de Benke bedobja. Dickerson, Ellen, 63-54. 65-54, Terry Ellen már 20 pontot.
Villa. Szabó Tisztán. Be is dobja. 8 pontos Szabó Zsolt. Smith. Smith engedi el, nem jó. Nickerson kap egy személyhibát. Szabó Ledrungi lesz vissza. Villa. Benke. Mohácsi. Drungilász. Ferenc maradott megint a magasabb emberrel. És Drungilász megoldja. 12 pontos újabb körmendi időkérés jön. Na nézzük, az utolsó 2 perc kezdődik most a harmadik negyedben, 7-re zárkózott az Ete. Roma, Smith. Ellen. Tungilas ütötte ki. Roma dobhatja be, 9 másodperc a körmendi támadó időből. Takarítani kell. Három százalékkal dob mezőnyből a körmend, az Ete 49-el, 48,9-del. Smith. Smith még 5 másodperc. Kihagyja, de másodszorra bedobja. 9 pontos Lenzo Smith, 67-58. Kobilla. Természetesen teltház zsúfolt ház körmenden. Kobilla. Kobilász, Kobilla. Drungilász maradt ott, Tisztán megint, 14 pontos már. Smith 67-60. Roma. Nickerson. Második szándékból, nem jó. És Mohácsi a lepattanó. Rossz passz. Dickersoné, Smith jön ellen, és lépéshibát mutatnak a játékvezetők, hiába húzza be ellen. Roma ellen a fal. Jön a biztatás a végközéből. Peti áll vissza a körmenben. Dickerson megy le. Alacsonyabb szerkezetre vált a körmen, tehát még alacsonyabbra. Egyedül tulajdonképpen ellen, aki magas embernek mondható. Drungilász mellett. De az Etében is gyakorlatilag ő az egyszem center. Sem Benke, sem Mohácsi nem mondható annak. Bár ugye ahogy Ferenc, úgy Mohácsi is gyakran négyes poszton is játékra kényszerül. Benke távolról, bevágja a 3 pontot. 13-nál tart már, 67-63. Még 20 másodperc. Smith egy leütés és egy hármas, ami nem jó, és van még 13 másodperc.
Még 5 másodperc Benke. Ez nem jó. 67-63, teljesen nyílt a meccs az utolsó negyed előtt. És akkor az utolsó 10 perc, 67-63-ról Pettinél a labda. Hát össze kell szednie magát a Körmennek. A második negyed parádés játék az most már nyomaiban is csak emlék. Gyakorlatilag majdnem lemásolta az Ete a Körmen negyedét, mert hogy 28-13-ra nyerte a másodikat a Körmend, 27-13-ra a harmadikat az Ete, egy pont különbség csak. 69-63 most viszont 6 közte, Csorvási talált be, és ezzel 11 pontos, ez így nem jó, Csorvási a lepattanó. Peti. Ellen még megtartja, Csorvásihoz el tudja juttatni, 8 másodperc, Csorvási tempó nem jó, Smith, ő megint visszateszi a támadó lepattanót, 71-63. Norfleet, nem bántották a körmendiek, 12 pontos. Csorvási, bent van. 13 pontos Csorvási nyilván, Nordvik. Ugye itt a középszakaszban az a tét, az első öt csapat játszik egymással körbe, oda-vissza, hogy végül is ki honnan kezdi majd a rájátszás. Az Ete ugye az ötödik helyen jutott be a legjobb öt közé. Szeretnének legalább egyet előbbre lépni, hogy előnnyel kezdhessék, pálya előnnyel a rájátszást. Ehhez pedig mindenképpen kell idegenbeli siker is. Egyáltalán nem esélytelen az Ete erre ebben a pillanatban. 8 perc még, 73-65-nél. Norfleet beláll egy tempóba, ami nem jó. És ellen viszi el a lepattanót. Egyébként vele viszonylag simán dobhatott. Norfleet Benke üti be a harmadik hibáját. Az elején nagyon gyűltek az alegerszegi faltok, aztán ebben is kiegyenlítődött a meccs. 12-12 volt az utolsó negyed előtt. Pettinek szól a síp, hogy menjen közelebb, onnan kell bedobni a labdát. Csorvási kapja. Kroma. Kroma áll bele egy tempóba, és könnyedén dobja bele, aztán Kroma 15 pontos. 75-65, megint 10 közte. Kubilla. Áll a játék, Wright a földön. Kubilla 11 pontos. És jön vissza Kis Attila Raul. Ellen tempó, ez nem jó. Csorvásit tartott a távol Wright a lepattanótól. Kubilla. Labdát szerez a Körmen. Kroma. Megint egy kicsit összerakta a védekezését. A Körmen harmadik faltját üti be Kubilla.
Roma távolról, nem jó hármas, és elepattanó Szabói. Norfleet, Kis Attila, Raúl, Zitzerben is volt, együtt dobja be. Elismerti második hibája. 75-69. Ferenc áll vissza, Petti megy le a körmenben. Bent van a plusz egy is, 4-nél tart, és már megint csak 5 pont közte, 75-70. Roma, Csorvási, Ellen megint eldobja távolról, de ezúttal be is megy. 23 pontos terve jelen, 78-70. Ferenc rendre áll, a magasabb embereket kell, hogy fogjon, de derekasan végzi a dolgát ő is. Benke, jó a horog. Benke Szilárd 15 pontos, az ETA legeredményesebbje. Kromának van ugyanennyi ellennek, 23 a mezőnyben. Kroma. Rájtolta ki őt egészen távol a gyűrűtől, 10 másodperc még. Kroma, Csorvási bent pozícióban. Szépen fordul le, és 2 pontra váltja. 15 pontos Csorvási. 80-72, Zala időkérés. 8-al vezet az Aegis Körmend, Szabó dobja be a labdát Ubillának. 5,5 perc még a negyedik negyedből. Norfleet, Szabó 3 pontért, nem jó. Smith-é a lepattanó. Kroma szabadul, Kis megy utána. Kroma a sarokból. Lejön, és Smith megint lepattanót szed. Ferenc, Ellen, Kis lába ért hozzá, mehet tovább, még 7 másodperc, falt. Nagyon igyekezett Kis Attila Raúl, hogy beüsse azt a faltot. A második hibája, 3 ember jön az etében. Mohácsi, Benke és Drungilas. Nem egy Kis, Szabó és Wright. Szóval 72 továbbra is, már 5 perc sincs hátra. Ferenc kapja, vagy adja, bocsánat, Smithnek. Ellen, nem jó a hármas. Drungilas. Ubilla. Mohácsi hármasa, ez is lejön, Ferencé. Smith kéri most el. Ellen maradt egy pillanatra a földön, mutatja, hogy össze kéne takarítani. Ez is megoldódik, úgy tűnik. Smith a labdával még mindig. 80-72 van hátra, 4 perc, 20 másodperc. Kroma. Drungilas ér bele a paszba, nem jut el Csorvásihoz a labda. Benke. Drungilas vissza Benkéhez. Ferenc faltól, 2 dobás. Ferenc Csaba harmadik hibája. Beesik. A második lejön. Smith-é végül. Benke Szilárd 16 pontnál tart. 80-73. Dickerson, Smith összjáték, 4 perc még. Ferenc. Dickerson távolról.
ez sem jó. Kromája lepattanó, Csorvási próbálná visszatenni egy falt, kettő dobás. Másodikat dobja be Csorvási, 16 pontnál tart. Kubilla, 81-73. Mohács is tovább teszi, Benke tisztán, és be is dobja. 19 pontos már Benke Szilárd. ...81-76, támadó hiba Dickersonnál. És neki ez már a negyedik faltja. Támadhat át újra az Ete, 3-20 még, és mindössze 5 pont van közte. Most Drongilas követte el ugyanezt, ellene is támadó hibát ítélnek a játékvezetőt. Na nézzük, Csorvási, Kroma! Ó, nem volt egészen pontos ez a labda. Ez nem jó, és Kroma elviszi. 81-76 továbbra is. Smith, Csorvási, bepozícióba, Dickerson nem. Lépéshibát mutat kapitány. Kettő 40 még. És egy újabb távoli. 81-79. Kubilla. 14-nél tart. Petit faltolják, ő dobhat kettőt. Peti bedobja, ezzel 10 pontos. 82-79. Hát necces végjáték lesz, úgy néz ki. A második lejön, és kié lesz a labda Ubilláé. Mohácsi, Ubilla, 2 perc még pontosan. 82-79. Ubilla, nem jó. Kromája lepattanó. Ráviszi Mohácsira. Mohácsi legyint rá megint a játékvezetőkre. Mohácsinak is a negyedik faltja, már 4
zalaegerszegi játékosnak van, 4 foltja időkérés következik. 1 perc és 49 másodperc van hátra a negyedik negyedből. Lassan Kroma dobhat büntetőket. Az elsőt bedobja, 83-79. A második lejön, és a lepattanó megint az eté, Mohácsi, Hubilla. Hubilla, Northfleet, Mohácsi tovább, Benke a motorja ennek az etének, különösen ezen a meccsen, de ez a dobása most kimarad, Petty, 1-24. 83-79-nél. Nem kapkodja el Peris Petty, ami körmendi szempontból nem baj, ha a támadás végén lesz kosár. Na most eldobja, 11 másodperc volt hátra, akkor viszont nem kellett volna eldobni. Benke. Norfli dobzitszer. Hát ezért most nem dicsérik meg Peris Petty. 83-81, 1 perc még. Petty. És ez sem jó. Drungilas. Nem jó hármasra. Puff. Mohácsi jut oda Smithnek. Mehet tovább. Fél perc még. Petty. Csorvásinak kell megkötni a cipőfűzőjét, áll az óra. Petty elengedi a világ végéről. Ez sem megy be. Na nézzük, Petty, 25 másodperc, még ebből 16-ot támadhat a körmen. Petty, Lassan Kroma, Csorvásit keresik, és Drungilas tolta őt az alaponal felé, még 6 másodperc. Petty engedi el megint, és most bedobja. 13 pontos Petty, 11 másodperc a hátra, 86-81. Na nézzük, Benke, Drungilas. Hármas kell, Mohácsi dobja el, nem jó. Eldőlt a meccs, Ellen ott volt elő, Smith. 3 másodperc, 2, 1. És ez a vége, 86-81. Hát nehezen nyerte meg az Aegis Körmend ezt a meccset, de megnyerte az első félidő, különösen a második negyed. Parádés volt az ETE, gyorsan visszajött a meccsbe, de végül a nagy küzdelemben is az Aegis Körmend nyeri a középszakasz első meccsét és tartja pozícióját. A második helyen az Albafehérvár mögött a következő fordulóban, ugye szabadnapos az Aegis Körmend, tehát majd egy hét múlva játszik megint a csapat. Hát egy kicsi ráhúzta a frászt szurkolóira az Aegis Körmend, de végül sikerült nyerni a szomszédvári rangadót. Kovács Bálint és Drösszler Ferenc kollégáim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Nézzék a szokásos körmendi ünneplést a győzelem utáni közös örömöt a szurkolók és a csapat részéről. Ezzel köszönjük meg a figyelmüket a viszontlátásra, a viszonthallásra a következő közvetítésnél majd.